estét kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Önök a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat! Kedves nézőink, jövő héten kezdődik a Birkafőző Fesztivál Karcagon. Aktuális kérdések című heti magazinműsorunk mai vendége Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója, a rendezvény főszervezője. Köszöntöm kedves nézőinket, egy hét múlva Birkafőző Fesztivál Karcagon. Mai vendégünk Szepesi Tibor úr, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója, rendezvény főszervezője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Örülök, hogy szakított ránk időt a nagy szervezési munkálatok közepette. Köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a televízió nézőket. Minden évben meghívjuk igazgatórat, illetve a főszervezőt a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy egy tájékoztatást adhassunk a kedves televízió nézőknek. Ugye minden évben meghívók, illetve plakátok jelennek meg a rendezvénnyel kapcsolatban. Ez mikor lesz a nagy közönség számára látható? A meghívók azt gondolom, hogy már postázásra kerültek, tehát lassan odaérnek azokhoz a szervezetekhez, magánszemélyekhez, akik ugye a meghívóval kerülnek meghívásra, de hát természetesen a sajtó termékekben folyamatosan hirdettük az előző időszakban is a Birkafőző Fesztivált országos médiákban. Tehát azt gondolom, hogy köztudatban van az, hogy június utolsó hétvégéjén, ebben az évben június 24-25-én Karcagon ismételten megrendezésre kerül a Birkafőző Fesztivál. A plakátok a nyomdában vannak, várhatóan a hétvégén már láthatóak lesznek Karcag közterületein. Tehát a helyi sajtótermékekben most már folyamatosan elérhető lesz majd a részletes és hivatalos program. Mióta készülnek erre az idei fesztiválra? Gyakorlatilag, ahogy véget ért a tavalyi, folyamatosan próbáljuk gondolatainkat abba az irányba terelni, hogy hogyan lehet még jobbá tenni mindig a következő Birkafőző Fesztivált. Természetesen vannak ötletek, pozitív, negatív hozzászólások, amelyekből mindenképpen tanulni kell, és a következő szervezésnél ezeket figyelembe venni. Tehát már akkor elkezdődött a Birkafőző Fesztivál, az idei Birkafőző Fesztivál szervezése. A nagyobb operatív feladatok azok természetesen erre az évre tolódtak át, tehát ilyen február-március óta azért már napi rendszerességgel kell azzal foglalkozni az intézményben, hogy milyen lesz az idei fesztivál. Hol tartanak most a szervezésben? Időarányosan szerintem elvégeztük azokat a dolgokat, legalábbis nagyon bízom abban, hogy nem felejtettünk ki semmit a sorból. Tehát elvégeztük azokat a feladatokat, amelyek szükségesek, szerződések meg vannak kötve, le vannak egyeztetve a programok, főzők folyamatosan jelentkeztek, ezt azért mondom múlt időben, hiszen ahogy megnyitásra került a főzőhelyek nevezési lehetősége, gyakorlatilag egy 2-3 héten belül elfogytak a főzőhelyek. Jelenleg ott tartunk, ha már a főzőknél megállunk egy pillanatra, hogy néhányan visszamondták, de a folyamatos jelentkezések miatt épp a tegnapi nap néztük végig, hogy újra elfogytak, tehát gyakorlatilag nullán állunk. Jelenleg azok a főzők, akik egy picit elkéstek, még gyakorlatilag tudtunk nekik segíteni, tehát mindenki, aki jelen pillanatban, és ez a tegnapi napra vonatkozott, megtalálta a lehetőségét, tehát részt tud venni főzőként a 18. Birkafőző Fesztiválon. Visszatérve a szervezésre, természetes, hogy folyamatosak a feladatok.
hiszen azok az egyeztetések, amelyek aznapi megrendezéshez szükségesek, útlezárások, kordonok kipakolása és mindenféle apró finomítás, azok a mostani napokban zajlanak. Sokan ugye nem is tudják, hogy micsoda szervezési folyamat van egy ilyen fesztivál mögött, ugye áramot kell szereltetni, tehát nagyon-nagyon sok minden van a mögött, hogy egy ilyen kétnapos rendezvény megrendezhessenek. Igen, hát gyakorlatilag végig sem lehetne azt sorolni egy rövid interjú alatt, hogy mi mindenre kell odafigyelni. Gyakorlatilag az első hirdetéstől kezdve addig, amíg és nem csak a verseny végéig, tehát amikor a programok véget érnek, hanem még azért utána is rengeteg feladat vár ránk. Rengeteg. Tehát én azt gondolom, hogy ha úgy egy hétköznapi ember belecsöppenne ebbe a szervezésbe, akkor igen meglepődne, hogy mi mindenre kell odafigyelni az utolsó szektől, és fölkészülni mindenre persze. Tehát ez is benne van. Az időjárásról is fogunk beszélni, gondolom, ez mindig nagy téma. Ez egy sarkalatos pont a fesztivállal kapcsolatban. Nem arra kell készülnünk, hogy minden tökéletes lesz, hanem egy szervezőnek arra kell készülni, hogy a szélsőséges dolgokat is abban a pillanatban meg tudja oldani, hiszen annak a 15-16 ezer résztvevőnek ebből semmit nem szabad észrevennie. Abban az esetben ugye több kérdés merül föl az utca embere által, akár irányunkba is, a sajtó irányába. Mi történik azokkal, vagy milyen lehetőségük van azoknak, akik vidékről érkeznek, már nem tudtak regisztrálni, nem tudtak helyet foglalni, ám ők úgy gondolják, hogy mégis szeretnének főzni ezen a rendezvényen. Van-e számukra fenntartott hely, illetve kijelölhetnek-e még ott szombaton reggel, ugye a főzőverseny napján újabb helyeket? Tehát tud-e még terjeszkedni a fesztivál, illetve a főzőhelyek száma? Hát a főzőhelyek száma jelen pillanatban nem fog tudni terjeszkedni. Azokat az utolsó négyzetcentimétereket is kihasználtuk, amelyet a terepadta lehetőségek biztosítanak számunkra. De úgy gondolom, hogy nem hirtelen ötlettő vezérelve kezd valaki birkát főzni aznap, kinéz az ablakon. De láttunk már ilyet. Láttunk már ilyet, de hát általában azok nem is igazán szoktak sikerülni. Tehát nem úgy kezdődik, hogy kinézek az ablakon, jó idő van, és akkor... Megyünk karszakra birkát főzni. Elmegyek gyorsan a sarokra, veszek egy egész birkát, földarabolom, és ott gyorsan megfőzöm. Tehát azért ennél nagyobb előkészületei vannak egy hagyományos karcagi módra készült hungarikum birkapörköltnek. Erre azért készülni kell, én úgy gondolom. De jelentkeznek folyamatosan, akik még a napokban gondolják úgy, hogy szeretnének főzni. Próbáljuk kezelni ezeket a jelentkezéseket, és mondom, a visszalépések arányában azért eddig ki tudtunk elégíteni mindenkit. A másik ilyen nézői kérdés, azok a vendégek, látogatók, akik mondjuk előre nem foglalnak az egyes főzőknél birkapörkölt adagot saját részre, ám ugye eljönnek a rendezvényre, szeretnék megkóstolni a hungarikum karcagi birkapörköltet, tehát milyen lehetőségeik vannak, hogyan tudnak birkához jutni? Ez mindig sarkalatos kérdés, hogyha valaki délután 3-4 óra magasságában próbál birkapörköltet szerezni, az elmúlt években szinte azt kell mondanom, hogy lehetetlen volt. Próbáltunk egyezkedni, mint ahogy ebben az évben is, különböző vendéglátóegységekkel. Próbáljuk megoldani azt, hogy folyamatosan legyen birkapörkölt lehetőség. De az óriási nézői szám és az óriási érdeklődés, azt kell, hogy mondjam, minden évben eljutunk arra a pontra, amikor elfogy a pörkölt. Tehát ezt a végtelenségig nyilván nem lehet fokozni, hogy ezen a hétvégén 0 órától 24 óráig bármikor pörköltöt kaphasson mindenki. Úgyhogy nagyon nehéz, de nyilván azt kell mondanunk néha, hogy elfogyott. Picit hamarabb kell jönni, oda kell figyelni. Tehát én azt gondolom, hogy felelősség annak is, aki főz, és nyilván felelősség annak is, aki meg szeretné kóstolni. Sajnos, hogy ez egy fesztivál. Nem terhelhetünk mindig mindent a főzőkre, a birkafőző egyesületekre, a vendéglátóegységekre, hiszen nyilván nekik is készülni kell azért egy létszámra. A másik oldala pedig óriási öröm az, hogy 270 főzőhely és a vendéglátóegységek és különböző kiszolgáló egységekben felszolgált birkapörkölt azért ezen a napon elfogy, és ez egy óriási büszkeség, azt gondolom, az egész városnak. Ugye pénteken kezdődik a fesztivál.
mit kell tudni az előző, az azt megelőző néhány napról, tehát hogyan kezdik el beépíteni gyakorlatilag a múzeumparkot, és ezzel kapcsolatban milyen intézkedések várhatóak, akár útlezárásra, akár biztonsági intézkedésekre gondolok, mire figyeljen a lakosság? Szerintem már mindenki tudja és hozzászokott, hogy június utolsó hétvégén a birkafőző fesztivál idején útlezárások vannak. Szerintem el sem kell mondanom, hogy milyen területet zárunk le. Várhatóan péntek reggeltől lesz a teljes útlezárás, vasárnap délutánig, késő délutánig. Reményeim szerint ennyi idő elég lesz mind a bepakolásra, mind pedig a terület nagyjáboli rendbetételére, hiszen a kisebb finomítások, pakolások, füvesítés, kerítésszerelés az majd a következő hetek programja. Természetes, hogy ezt az útlezárást meg kell tennünk ahhoz, hogy biztonságban tudjuk megrendezni a fesztivált, de szerintem úgy, ahogy az előző években ezt mindenki tudomásul veszi, elfogadja, és hát természetes, hogy egy ekkora rendezvény jár bizonyos kényelmetlenséggel ahhoz, hogy tényleg biztonságos legyen. Ez nem jelenti azt, hogy péntek reggel kezdünk a múzeumparkba pakolni, hiszen ott már az a jövő héten, a hét közepétől a színpadok, a sátrak felállításra kerülnek. Főzőknek megbeszélést tartunk majd, ahova ez mikor lesz ez a megbeszélés? Szerdán lesz, szerdán 6 órakor, a főzőverseny előtt. Ott pontosítjuk a helyeket, a különböző dokumentumokat, átbeszéljük, hogy mi az, ami szükséges a főzéshez. Tehát minden gyakorlatilag a megszokott rendben zajlik, a megszokott helyeken lesznek a beléptető kapuk, ugyanaz a terület kerül lezárásra, ugyanott kerülnek fölállításra a színpadok és a nagy sátrak, tehát minden az előző évben, években megszokottak szerint zajlik. Mit kell tudnunk akár a pénteki, akár a szombati napról, mikor fizetnek belépőt a látogatók, illetve mikor nem? Ahogy az már megszokott, szintén ezt kell mondanom, hogy a pénteki nap teljesen ingyenes a rendezvény. Ez egészen a megnyitótól a koncertek végéig tart, és most egy picit több helyen lesz már a pénteki programok is, több helyen kerülnek megrendezésre. Tehát ez ingyenes, ugye a szombati napon a szokott 500 forintos belépővel lehet majd megközelíteni magát a fesztivált, és természetesen a kiegészítő programokat is. Beszéljünk akkor most, ha már a programokat említette, a programokról, ugye az idei díszvendégtelepülés Mohács. Mit tudhatunk, milyen programokat állítottak össze a nagy közönség számára, és mivel nagyon színes a program, nyugodtan puskázhat, itt van a plakát gyakorlatilag. Nagyon sokszor láttam már a plakátot és a meghívót, és annyit foglalkoztunk benne, hogy azért bízom benne, hogy menni fog fejből, de valóban nagyon színes és sokrétű a program. De Mohács a díszvendég településünk. Nyilván nem kell megmagyarázni, hogy mi az összefüggés a mohácsi busójárás szörméje és a karcagi birkapörkölt között. Tehát ugye amikor feldolgozásra kerül a pörkölthöz kívánt hús, akkor a jó szokás szerint, és ez már hagyomány, azt gondolom a karcagiak is nagyon sokat segítettek a mohácsi busókon, hiszen rengeteg szőr került Mohácsra, szörme került Mohácsra a busójárás kellékeinek előkészítéséhez. Most visszahozzák ezt egy picit a busók, és egy gyönyörű kiállításon fogják bemutatni azokat a maszkokat, állarcokat, szűrőket, subákat, amelyek a busójáráshoz szükségesek. Tehát ezzel a kiállítás megnyitóval kezdjük a programot. Itt szeretnénk nyilván megköszönni majd Mohácsnak is a támogatását. Emellett persze, hogy a szokásos néphagyományikat, folklór műsoraikat is be fogják mutatni, mind a színpadon, mind pedig a gyermekek részére. Például a busó maszk faragót várunk majd a gyermek programokhoz a Juszárnyékba. Tehát sok-sok mindent ki lehet próbálni a mohácsi hagyományok közül. Utána pedig a szokásos színpadi programok a múzeumparkban, karcagi együttesek fellépésével, és hát az est sztár vendége az Irigy Hónai Mirigy, reméljük, hogy fergeteges koncertje látható majd a múzeumparkban. És amikor azt mondom, hogy több helyszínen, akkor már a pénteki napon bekapcsoltuk a tavaly sikeresen elindított borudvart, ahol este egy újabb koncert helyszíne
is lesz a református általános iskola udvara, ahol a Fülemüle együttes fog, hát remélem, hogy egy oda a borudvarba illő népzenei beütésekre, népzenei hangzásra épülő talpalávalót húzni a kellemes borok, sörök és pálinkák társaságában. És ahogy az előbb említettem, ugye ne felejtkezzünk meg a gyermekprogramokról sem, a Juszárnyékban, a különböző kézműves foglalkozások mellett egy vásári komédia is megtekinthető lesz, és ez még mind a pénteki nap folyamán. Természetes, hogy az árusokat már várjuk, tehát elindul maga a színes forgatag, kavalkád, a főzők elkezdik belakni a területet, fölkészítik a bográcsokat, tehát én azt gondolom, hogy már akkor igen látványos lesz maga a 18. birkafőző fesztivál. És aztán a szombat, a hagyományos programok, ugye a legfontosabb és a leglátványosabb az maga a főzőverseny. Ahogy ezt említettem, közel 260-270 főzőhely került kijelölésre, és mind elfogyott, tehát várhatóan óriási létszám, óriási füst és íz kavalkád, harmónia lesz majd a területen. És hát zajlanak mellett a különböző programok, folklor rendezvények, néptánc bemutatók, mohácsiak, karcagiak és a Debreceni Néptánc Együttes, a szokásos nóta műsor az eredményt hirdetés követően, és hát a nagyszínpadi programok, ahova meg a sztáros fellépőket várjuk. Kíváncsian várjuk a fesztivált, és sok hát sikert, nem tudom, hogy sikert kell-e kívánni, tehát nyugodt, szép rendezvényt kívánunk Önöknek, és addig pedig pihenjenek még egy kicsit, mert tudom, hogy ilyenkor nagyon-nagyon sok előkészítő munka zajlik, és keveset alszanak. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel. Sikeres rendezvényt kívánunk. Köszönöm. Kedves nézőink, már a megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, a Bodlászló Művelődési Házban vagyunk Beregfürdőben. Itt lázasan készülnek egy nagyon szép kiállítás, hogy mi is lesz ez pontosan, a Dúzs Imrénével beszélgetünk. Ön az Alkotókezek szakkörvezetője, de itt nagyon sok minden kiállít még ki a szakkörösökön kívül. Mi is ez a kiállítás pontosan? Én már most harmadik évben készítjük a szakkörnek a kiállítását, ugye a műfás segítségével, és beregfürdői idős, fiatal hölgyek, uraknak a munkái egyszerűbbek, művésziebbek, mindenki megmutatja a maga kis munkáit, vagy szeretettel készített kis tárgyait. Itt azért tényleg nagyon sok rétű, hiszen a kecsketeje szappantól kezdve a horgolt és a vercsipkén keresztül a hímzésekig, sőt még faragott tárgyakat is látok, tehát igazán nem is tudom meghatározni, hogy mennyi tárgy lesz itt, de hány alkotó van? Én még ma pontos felmérésünk most készítjük, hogy állítjuk összefele, de 30-on felül van a kiállítóknak a száma. Azt hiszem, hogy aki ide kiállít, az számára ez egy ilyen elismerés is, hogy meg fölmeri vállalni, hiszen ahogy mondta, azért nem mindenki szakkörtag, de egyébként mennyire jellemző a településen, hogy ezeket a hagyományokat őrzik? A hagyományőrzéssel nincs gond. A kiállításnál ott nagyon próbálkozni kell, tehát rá kell beszélni őket, mert kicsit visszahúzottabbak. Próbáljuk rá beszélni őket, hogy igazándiból mutassák meg. Félnek, hogy esetleg nehogy kritika érje őket, vagy valami, de lényegében ugyanúgy, mint az emberek, nem egyformák a kézimunkánk, a munkánk, de minden tárgynak, minden kézműves dolognak örülünk, és tisztelettel kiállítjuk önket, és megmutatjuk azoknak az embereknek, akik ide jönnek Beregfürdőre, hogy
Mit is csinálnak a bereki emberek, főleg ugye a téli időszakban, vagy az idősebbek állandóan? Lesz majd most egy 87 éves nénikénk is, akinek szintén itt van a kiállítási anyagja, és még a vállalata a bemutatózást is, úgyhogy a megnyitón itt fog lenni, és a 14 éves kis csipkeverő mellett is fogja a kis horgolását bemutatni. Azért nevesítsük is a dolgokat, hiszen ez a 14 éves csipkeverőhez azért önnek is van köze. Beszéljünk arról, hogy a szakkörbe kik járnak. Most vannak, akik csipkeverést tanulnak, tehát a tanítványok között főleg ugye ők vannak négyen, de tanulják a kunhimzést, ugye, amit nagyon szépen csinálnak, tehát többen művészi formában csinálják. A horgolást próbáljuk tudatosítani, hogy akik már tudnak is, vagy valami van, aki így van, tehát van, ugye, aki nagyon szépen csinálja, nem tudom nevet lehet mondani, ugye gyűjtői olyan nagyon-nagyon szépen dolgozik, itt vannak neki a kis horgol dolgai. Tehát próbálnánk azokat a kézi munkákat, a kézimunkának az elsajátítását, tehát másnak is átadni. Tehát azt kérjük az emberektől, hogy aki, tehát azért jöjjön a szakkörbe, ha tud valami olyan kézimunkát, amit szívesen átadna másnak, tehát megtanítaná, vagy aki szívesen megtanulná. Tehát mindenkit várunk, próbáljuk most a gyerekeket bevonni, azért próbáltuk most első évben, hogy a kicsiktől, az óvodásoktól kezdve elkezdjük, hogy innen indul a kézművesség, és aztán szépen, tehát milyen tarka, mindenféle, de örülünk neki, hogy az elég sokan megtiszteltek bennünket, hogy be tudjuk mutatni nekik a munkáikat. A 14 éves unokáról azért beszéljünk, hiszen sikerült a kérdés kikerülni, de azért én szeretnék rákérdezni, mit kell tudni az unokáról? Hát ő most végezte a 7. osztályt, kicsikorántól kezdve tanítom neki a kézi munkafajtákat, kezdve a hímzéstől, a horgolás, a kötés, utána következett a goblein varrás, és most a vecsipkét. És már nagyon szépen csinálja, tehát önállóan dolgozik. Bízom benne, most a következő a kicsi. Vele kezdtük el a gombvarrással, 7 éves. Úgyhogy ott is remélem, hogy rá tudom venni. De még a fiú unokám, Dávidka, ő is mindig kérte, hogy ha tanítottam a Enikőt, a húgát, hogy ő is hogy csinálja. Ilyen hímzős kézművés. Akkor ez egy művés család, de azért az a tűgomlen, amit ön készít, az azért egy remek művé. Itt most azért láthatunk egy különlegességet is, amin az unoka van tűgomlenből elkészítve. Ez mennyi ideig készült? Olyan 2,5 hónap volt körülbelül, tehát télen, mikor van rá időm, ugye nyáron nincs sem tudom csinálni, de jó 2,5 hónap alatt sikerült megcsinálni. Örülök neki, mert úgy látom egyedi darab, illetve hát érdeklődés után arra jöttem rá, hogy nem sok ilyen van, hogy fényképfotó alapján valaki a családtagját hímezze ki. Hát akkor még nagyon sok alkotó évet kívánok önnek is, és a szaktagjainak, és hát akkor a családban az utánpótlásnak is hasonló szép sikereket. Nagyon szépen köszönöm. Nagy Istvánéval, a művelődési ház vezetőjével beszélgettünk arról, hogy milyen öröm itt ilyenkor, tehát láttam, hogy önök is rendezik a kiállítást, tehát biztos, hogy jó érzés rendezni ezeket a szép alkotásokat. Igen, ez minden évben egy csodálatos történet a számunkra, hiszen ilyenkor látjuk az előző év termését. Minden évben a bereki lakosok, a tél, ugye az előbb Marika is beszélt róla, a tél az alkotó kedvet mindig egy kicsit aktívabbá teszi, ezért mi is látjuk mindig az új gyönyörűséget. Nyilván visszakérjük kedvenceinket, vannak közöttük, és ilyenkor látjuk az új technikákat esetleg, vagy a frissen növő palántákat, akik télen a nagymamától sok mindent tanultak. Nagyon büszkék vagyunk erre a kiállításra, hiszen turisztikai célpontként ez a fő szezon nálunk, ilyenkor látogatják meg legtöbben a művelődési házban a kiállítást, és ilyenkor önmagunkat tudjuk bemutatni a berekfürdői alkotókezeket. Van-e kedvenc? Igen, van kedvenc, természetesen én is emberből vagyok, de nem fogom megmondani, hogy melyik az. Nyilván, mert önmagában mindegyik egy csodálatos, különleges alkotás. Én nem vagyok egy kézműves ember, én nem vagyok ilyen ügyes, de nagyon-nagyon tisztelem és csodálom azt, aki ilyeneket tud alkotni. Az álmait, vágyait mutatja meg nekünk különböző tárgyakban, ez egy csodálatos dolog.
Igen, van kedvenc, az mindig van, mindig más nyilvánvalóan, aztán van, ami nagyon az ember szívéhez nő, de mind csodálatos, különleges alkotás. Akkor meddig lehet megnézni ezeket a különleges alkotásokat, hiszen hétfőn 13-án lesz a megnyitó? Így van, augusztus közepéig lesz nyitva a kiállítás, reggel 8 órától este 7 óráig hétköznapokon megtekinthető, illetve szombati napokon. Ezen kívül bejelentkezéssel nyilván vasárnapokon is, amennyiben csoportok érkeznek, nagyon büszkén mutatjuk meg ezt a csodálatos kiállítást. Akkor én azt kívánom, hogy most idén 33-an, ahogy hallottam, 33-an mutatkoznak be, akkor jövőre legyen 40 esetleg, vagy még több alkotó, akik elismerik hozni, hiszen itt azért hallottuk, hogy nagyon sok mindenki gyönyörűen alkot, de nem meri bemutatni az alkotását. Így van, nagyon szépen köszönjük, és mi is reméljük, hogy többen lesznek jövőre, még többen, még többen. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek, illetőleg köszöntöm a kísérő pedagógusokat, szülőket. Immár harmadjára kerül megrendezésre a Karcagi Rendőrkapitányság és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés kapcsán a rajzpályázat és irodalmi pályázat kiírása. Ugye még márciusban kiküldtük a kapitányságról a tagintézményekbe a rajzpályázatot, aminek a címe a nyár veszélyei volt, illetőleg az irodalmi pályázatot, ami a szabadidő hasznosan címet viselte. Örömmel fogadtam, hogy rengeteg rajz érkezett be hozzánk a kapitányságra, összesen 103 darab rajz érkezett be, tehát nagyon nehéz dolgunk volt eldönteni, és ebből a sok rajzból kiemelni azokat, akik igazán mondjuk egy kicsit talán részükből a témával kapcsolatosan próbálták kifejezni a címeknek megfelelő mondani valót. Úgyhogy nem volt könnyű dolgunk. El tudom mondani, hogy mind a 103 darab rajz nagyon jó sikerült, nagyon jó, és egyre több, ahogy telnek az évek, és egyre több ilyen pályázatot teszünk közzé, mindig több rajz érkezik. Tehát örömmel fogadjuk, hogy a gyerekek is érdeklődéssel vannak ezek a rajzok, illetőleg pályázatok elkészítésében. Irodalmi pályázatot Kisújszállásról kaptunk, 3 darab nagyon szép vers született, majd a díjátadónál ez a 3 vers el is fog hangozni. Tehát szeretném, hogyha felolvassák az, aki készítette, de úgy tudom, hogy az egyik kislány nem jött el, majd akkor megkérek valakit, hogy olvassa fel, jó? Tehát vagy közületek majd felolvassa, jó? Egyikőtök az ő művét is. Úgyhogy szeretném elkezdeni akkor a díjátadót, jó? Hát 103 gyermeket nem tudtam meghívni, de lehet, hogy egyszer majd oda is eljutunk, ha tovább folytatjuk ezt a hagyományt, hogy egyszer majd a nagy terembe kell leülnünk, és ugye mindenkit meg tudunk majd hívni. Kezdjük a rajzpályázatokkal, jó? És akinek majd mondjuk a nevét, kérem fáradjon ki ide hozzánk, és vegye át a díjat tőlem. Hát a rajzpályázatban 3. helyezést ért el Takács Tamás, Kunmadaras Református Általános Iskola 4. osztályos tanulója. Gratulálok, fogadj őt szeretettel. Szerintem. 2. helyezést ért el Facsar Máté, Kunmadaras Református Általános Iskola szintén 4. osztályos tanulója. Forgulja. És a rajzpályázatban első helyezett lett a Monori Vivien Karcagi Kiskulcsosi Általános Iskola első osztályos. Gratulálok, hogy tőlem szerint elbírod. Jó. És van egy külön díjasunk is. Igen. Külön díjat a rajzpályázatáért, Kapás Ferenc, Kunmadaras Református Általános Iskola 4. osztályos tanulója. Gratulálok, ügyes voltál. Hadd mutassam már közbe, de már lehet, hogy megnéztétek. Itt van az asztalon egyébként a pályaművek, hogy ki mi.
ő hány éves is? 8 éves Monori Vivien első osztályos tanuló lett az első. Ugye, majd nézzétek meg a mondani valóját a rajznak. Tehát van neki, van neki. Nagyon ügyes volt, tehát én... És már találkoztam a neveddel máskor is, úgyhogy gratulálok hozzá, nagyon, nagyon mondani való rajzot csináltál. Jó, akkor nézzük az irodalmi pályázatot. Harmadik helyezést ért el Varga Dorottya, Kisújszállásnak utána tartott általános a 7. osztályos tanulója. Igen, ő nem tudott jelen lenni, de szeretném akkor átadni a osztálytársak vagytok? Nem. Nem, akkor elviszed neki, jó? Tedd már oda félre. A második helyezett lett Szülei Nikoletta Kiara, a Kisújszállás Kossuth Lajos Artista Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Első helyezést nyertem Boros Bianca, Kisújszállás Kossuth Lajos Artista Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Akkor külön díjunk is van, ugyanúgy. És egy külön díjas, aki pedig Vata Liliana. Igaz, hogy ő nem irodalmi, hanem rajz, de Kunmadaras református általános lehetőségünk van így kiadni a külön díjat nekünk. Köszönjük szépen. És akkor hadd kérjem már meg, jó, a két irodalmi pályázatos kislány. Olvassa már fel a többieknek. Hamarosan jön a nyár és a jó idő, egyre több lesz a szabadidő. Hogy hasznosan és jól teljen el, számoljunk a lehetőségekkel. Nagyon fontos a tanulás, fontosabb, mint bármi más. Sok ember úgy gondolkodik, tanulás nélkül is okosodik. Nekem nem kell tanulnom, okos vagyok, anélkül is tudom. De ez nagy önállítás, hibás az a hozzáállás. Tanulás helyett gépeznek, bohóckodnak, tévéznek. Nyomkodják a telefont, lájkolgatnak a Facebookon. Ez a baj a mai emberekkel, nekik csak a technológia kell. Elfeledkeznek a fontos dolgokról, barátokról, kapcsolatokról. Pedig rengeteg a lehetőség, hogy a szabadidőt jól töltsék. A barátokkal együtt lenni, sétálgatni és játszani. Egy jó könyvet elolvasni, a könyvtárban kutatgatni. Sokféle zenét hallgatni, vagy hangszeren játszani. Énekelni egy kórusban, táncolni egy csapatban. Egy új nyelvet megtanulni, új kultúrát megismerni. A sportban és a mozgásban számtalan lehetőség van. Foci, tenisz, kosárlabda, karate és kézilabda. Kirándulni a családdal, túrázni egy hátizsákkal. Úszkálni a medencében, napozgatni kint a stégen. Képeket rajzolni, festeni, gyöngyökből karkötőt fűzni. Kézműveskedni, korongozni, testvérekkel játszani. Elfoglalt szüleidnek segíteni lehet, a házi munkából kivenni a részed. Mosogatni, törölgetni, ágyazni, a boltból friss pékárut hozni. Ezt mindet lehetne csinálni a nyáron, és egyikhez sem kell majd a telefon. Hasznosan töltöm a szabadidőmet, gyarapítom az élményeimet. Szabadidő hasznosan. A szabadidő hasznosan töltése életed legfontosabb része. Menj ki az udvarra, sijátsz, vagy akár fára mász, segíts szüleidnek, nem fáradtság kezeidnek. Mosogass és törölgess el, a polcra a poharakat tedd fel. A tanulást lehanyagold, a tananyagot szépen adagold. Házival ellenőrizd tudásod, a könyv legyen segítségforrásod. Kiskutyát sétálni kell vinni, és adni neki enni meg inni. Taníts meg őt dolgokon átugrani, s arra, hogy nem szabad más gondolni. Menjetek el kirándulni, sok szép helyen a világot látni. Tengerparton fürödjetek, amitek van, annak örüljetek. Utazz el bobozni, na meg egy tóhozhoz halászni, az erdő rejtélyeit megtalálni, az ösvényeket végigjárni. Fedezd fel történelmi helyeket, ismerd meg hősökről szóló történeteket, hisz értünk haltak, amikor a többiek csak elhúltak. Ülj csak lenyugodtan olvasgatni, vagy az udvarra menj ki labdát dobálgatni, ha nincs dolgotok, ezeket csináljátok, a szabadidőt értelmesen hasznosítsátok. Akkor még ugye ők mondtak a helyezettet,
És akkor még szeretnénk ugye a Városi Balesetmegelőzési Bizottság által felajánlott kis ajándékokat még átadni a többi kisdiák részére. Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és szép lezeket küldtek be nekünk. Simon Zsolt, első osztályos Kunmadarasi Általános Iskolában. Berec Patrícia Zsófia, negyedik osztályos Kunmadarasi Református Iskolából. Fodor Viktória Anett, negyedik osztályos tanuló Kunmadarasi Általános Iskolában. Botos Norbert, harmadik osztályos Kunmadarasi Általános Iskolában. És Kis Cintia, harmadik osztályos tanuló Kulcsosi. Köszönöm szépen, hogy tényleg ennyi időt, mert biztos, hogy kellett hozzá idő, hogy amit ezt létrehoztátok, ezeket az írományokat, verseket, illetőleg a rajzot elkészítettétek. Remélem, hogy lesz még, és találkozunk még ugyanígy. Arra kérek mindenkit, hogy nyugodtan nézzen körbe, nézze meg mások rajzait, és olvassa el annak a kislánynak a művét, aki nem tudott megjelenni, az is nagyon jó. Nagyon jó kis vers lett belőle, üdítők, vagyis ásványvizet és kis pogácsát, ugye, fogyasszátok szeretettel, jó? Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket a Városházán, az előbb volt egy díjátadás, hiszen most zárult le a karcagi rendőrkapitányság és a Roma Kisebbség Önkormányzat közösen meghirdetett pályázata, melyben rajz és irodalmi pályázatot hirdettek gyermekeknek. A Kunmadarasi Református Általános Iskola mondhatni, hogy tarolt azon a versenyen, hiszen nagyon szép díjakat kaptak. Erről beszélgettünk Kluzsinszkiné Makó Margit tanárnővel. Hány díjat sikerült elvinni a gyerekeknek? Összesen 5 díjat kaptak a tanítványaim, úgyhogy nagyon örülök ennek, hogy így sikerült. És hát itt most a gyerekek csendben figyelnek és hallgatnak bennünket, de azért gondolom, hogy nem mindig ennyire csendben vannak, hanem azért sok-sok gondolatuk van, és sok-sok rajzot is készítettek. Hogyan készültek erre a versenyre? Hát nagyon örültünk, amikor megkaptuk a lehetőséget, hiszen ősszel is volt már egy hasonló jellegű rajzpályázati kiírás, amire szintén sok rajzot küldtünk el, ott is vittünk el néhány díjat. 3 tanulónk volt akkor is itt egy eredményhirdetésen, úgyhogy ismét teljes gőzzel és nagy motivációval indultunk neki a rajzolásnak. Hát több órát töltöttünk ezzel, sokat beszélgettünk előtte, és mindenki elmondta a tervezetét, hogy hogy szeretné, és később pedig a kivitelezésre is azért szántunk rá időt bőven. De hát gondolom azért a helyes közlekedésre egyébként is odafigyelnek. Milyen tanácsokat kaptak a gyerekek, tehát hogy hogyan építsék fel a rajzot, hogy nem mindenkinek egyforma legyen? Igen, hát próbálunk odafigyelni a koncepcióra, hogy készüljenek a pályamunkák, hogy a teljes teret kitöltsék a közel-távol, illetve a színekre nagyon odafigyelünk, és a technikai megoldásokra, hogy ha zsírkrétával dolgozunk, akkor azt alaposan, vagy a színes ceruzát is nagyon alaposan bedolgozzuk, hogy együttetű színek legyenek, a lényeg ki legyen emelve, esetleg egy-egy fontos mondtót odaírjunk a rajzokhoz, amit nagyon fontosnak tartunk, lényegesnek. Gondolom, hogy ide a versenyre azért már csak a legjobbak rajzai jutottak, de egyébként mennyire fontos az iskolában, hogy kreatív is legyen a gyermek a tanórákon kívül? Megnövekedett a rajzórák száma az új köznevelési törvény alapján 2014. szeptemberétől, tehát alsó tagozaton már 2 rajz van minden osztályban, úgyhogy nagyobb lehetőség nyílik a gyermekeknek a rajzra, kreatív kifejezésre, és hát én nagyon is szerettem régen is ezt a területet, és próbáltam a gyerekeknek is első osztályos koruktól kezdve ezt elmélyíteni, illetve kezd csinálni. Nagyon szeretnek rajzolni, nem csüggednek el, ha véletlenül nem nyerünk, hát ebben a tanítási évben legalább 10-12 rajzpályázaton vettünk részt, és hál' Istennek sok helyen nyertünk. Hát akkor én azt kívánom, hogy a jövőre a negyedik, reméljük, hogy lesz negyedik alkalom is, akkor is ilyen sikeresek legyenek az iskola diákjai, és önnek is, és a tanítványoknak is gratulálok még egyszer. Nagyon szépen köszönjük, megpróbálkozunk vele, és jövünk jövőre is, hogyha lehet.
köszöntöm nézőinket a Városi Sportcsarnokban, a hétvégén zajlik egy kétnapos asztali tenisz verseny, hogy mi is ez pontosan, arról Kovács Sándorral beszélgetünk. Ma a felnőttek, vasárnap pedig a gyermekek versenyeznek. Ennyit tudok a versenyről, de mit kell tudni konkrétan van? Annyit kell tudni a versenyről, hogy az ország egész területéről érkeztek versenyzők. A legtávolabbról érkező versenyző az Amerikából érkezett. Minden versenyszám első három helyzetjét kupával és éremmel díjazzuk. Magának a kupának a neve az a Dóra Major Kupa, és hanyadik alkalommal jöttek Karcagra a versenyzők? Versenyzők, tehát ez 20. alkalommal kerül megrendezésre ez a gyereknapi verseny, és így mint Dóra Major Kupa, így első alkalommal bonyolítjuk a versenyünket. Mennyire szoros a verseny, hiszen itt azért már látjuk, hogy a döntők felé is közelednek, tehát mennyire szoros a mezőny, vagy inkább már ismerősként üzvözlik itt a versenyzők egymást? Tehát 9:30-kor kezdtek a versenyzők, kezdődtek az egyéni versenyszámok, 15 órától kezdődnek a páros versenyszámok, és 19 órától kezdődnek a vegyes páros versenyszámok. Mit kell tudni, hány település, hány csapata van itt? Több mint 30 településről érkeztek, és több mint 200 nevezés futott be a két napra. Annyit tudok, hogy ön nem karcagi, de karcagi színekben versenyez. Beszéljünk egy picit akkor a házigazdákról, a karcagi csapatról mit kell tudni? A karcagi csapatról annyit lehet tudni, hogy a négy közékerülésén láttam előbb, hogy a Skumát István nagyot küzdött, nem tudom, hogy győzötte vagy sem. Tehát akkor mindenki megtesz mindent a győzelemére, a hazai pálya előnyét azért élvezik. Holnap gyereknap van, úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyermekek, legalábbis úgy gondolom, hogy mindenki fog kapni valamit, hiszen ilyenkor őket is ünneplik, és ők fognak itt versenyezni, jól gondolom. Így van, köszönhető a szponzorainknak, holnap eredménytől függetlenül minden gyermek kap egy ajándékcsomagot. Azt gondolom, hogy ez is egy jó dolog, hiszen ilyenkor azért senki nem megy az üres kézzel gyereknapon, meg pláne jó érzés ez. Egyébként mennyire vannak visszatérő versenyzők, tehát a csapat az állandó a felnőtteknél, vagy most mondta itt az Amerikából érkezett versenyzőt is, őt mennyire ismerik? Hát van egy 70%, aki visszatérő, és az a 30% az mindig cserélődik. Tehát akkor gondolom, hogy ilyenkor azért mindenki, aki korábban veszített, az most győzni akar azzal az ellenféllel, aki újból itt van. Tehát nagy küzdelmek vannak itt azért mögöttünk is. Így van, tehát nem a győzelem a lényeg, én azt mondom, részvétel a lényeg, és szerintem magába, aki benevezett erre a versenyre, az már magába egy nagy győztes. És hát itt azért azt is látjuk, hogy a felnőtteknél is több korosztály van, tehát nem akarok senkit itt a életkorát mondani, de azért látjuk a képeken is, hogy vannak fiatalabbak, vannak idősebbek, tehát ez is egy jó dolog, hogy több korosztály együtt versenyezhet. Igen, tehát itt a felnőtteknél is van több kategória, három kategória van, erősségi sorrendben az MB2, MB3-as versenyzők mérik összetudásokat, külön a megyeiek és külön a megyekettes és amatőr versenyzők. Ugyanígy a páros versenyszámba is, így három csoportra szedtük erősségi sorrendbe, illetve van összevont a vegyes páros versenyszám. Hát akkor én sikeres versenyzést kívánok, és azért hazahajlik a szívünk egy picit a karcagiaknak, drukkolunk ezen a két napon. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen is! Karsai Ferenccel beszélgettünk. Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen érzés, amikor lát egy ilyen verseny, nem tudom, hogy aktív edző-e még? Hát tulajdonképpen én nyugdíjban vagyok, de mégis aktív edző is vagyok, mert felkéréseket szoktam teljesíteni. Az, hogyha 10-valahány asztalon, 16 asztalon, 15 asztalon egy versenyt rendeznek, ez mindig szép dolog. És itt Karcagon az utóbbi 10-15 év elég szépen fejlődik az asztali tenisz. Ez köszönhető végeredményben Csornai Csabának, és Kovács Sándornak és a többieknek is, akik a sportot támogatják és az asztali teniszt felkarolták. Akkor egy picit nagyon elhallgatta itt ezeket az eredményeket, az edzői eredményeket, de akkor beszéljünk egy picit a saját edzői múltjáról. Kik voltak a legelsebb versenyzői? Hát én 20 évig voltam az osztrák válogatott edzője.
ott elég szép eredmények voltak, az osztrák válogatott most is Európa egyik legjobb csapata, és világbajnokot neveltem, és 5 Európa bajnokot, tehát elég hosszú munkám van, és még most is felszoktak kérni, múltkor Kanadába kértek fel a válogatotthoz, az Belgiumba, és néha szoktam segíteni, tehát ahova hívnak, megyek. Edzői szemben milyen a mai verseny, mennyire figyelik? Hát inkább a sportszeretet és a lelkesség dominál, holott láttam egyes embereknél, fiatalabbaknál elég modern technikai elemeket gyakoroltak, tehát sok ilyen verseny kell, és akkor fejlődik az asztali tenisz. Úgy tudom, hogy most is van versenyzője itt a versenyen. Hát itt nincsen versenyzőm, csak akikkel régen játszottam, olyan van, de versenyzőm nincs most itt a versenyen. Csak meghívtak a Kovács Sándor és a Bajdik István, aki a versenyt vezeti le. Egyébként mire a legbüszkébb? Tehát amikor itt láttuk, hogy vannak azért még idősebbek is nyugdíjas korosztályon, mit adja a sport mellett ezeket az idős embereket? Hát ugye egy a egészség miatt is, illetve a sport, ennek a sportágnak olyan varázsa van, hogyha valaki elkezdi és egy bizonyos szintig eljut, akkor nagyon megszereti és nem tudja abba hagyni. Tehát akkor ez a fiatalon tartás egyik? Fiatalon tartás, konzerválásnak az egyik módszere. Hát akkor én azt kívánom, hogy lássam még jó meccseket itt a mai napon és holnap is. Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Őrizetbe vették a rendőrök azt a kunhegyesi férfit, aki otthonában termesztett marihuánát. A karcagi nyomozók több hónapos nyomozás eredményeként házkutatást tartottak június 12-én az esti órákban egy kunhegyesi családi házban. A rendőrök az alsó épületben egy rejtek helyre bukkantak, amelyben 15 tő vadkender növényt találtak. A ház tulajdonosa a helyiségben a növények megfelelő fejlődéséhez szükséges körülményeket is megteremtette. A házkutatáskor előkerült továbbá közel 60 g szárított, kábítószer gyanús növényi törmelék és több olyan elektronikai eszköz, amelyek a növények optimális növekedéséhez szükséges klímát biztosították. A karcagi rendőrkapitányság kábítószer birtoklása büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást H. Tibor ellen. Az 58 éves férfit gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A lefoglalt kábítószer gyanús növényeket szakértők bevonásával vizsgálják. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a mai szakmai tanácskozásunkon. A városunkban egy új közösség alakul, és alakult már, nyugodtan mondhatom, múlt időben, hiszen az alakuló gyűlése megtörtént, ami mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos lehet, hiszen egy helyi akciócsoport megalakításán szorgoskodtak munkatársaim, és ehhez kerestünk partnereket, és szerencsére találtunk is, és látom, hogy, és örömmel látom, hogy van érdeklődés ezután a helyi akciócsoport után, aminek a neve Karcagvárosért Helyi Közösség akciócsoport, egészen pontosan ebben is meg kellett egyeznünk, és ez a helyi akciócsoport van felvértezve olyan lehetőségekkel, ami a városunk fejlődését különböző pályázati utakon a további fejlődés segítheti. A mai rendezvényünk egy rövid tájékoztató lesz, kollégáim fogják ezt megtenni. Gyakorlatilag egy szakmai tanácskozás ez, ahol meghallgathatjuk azt, hogy miről is szól ez a kezdeményezés, amiben még egyszer mondom, sok lehetőség rejlik, forintosítva is akár, hiszen a lakosság létszámát tekintve egy 800 milliós pályázati lehetőséggel bírunk, bruttó
800 millióról van szó, aminek a nettója is azért olyan tekintélyes és komoly összeg, amit úgy gondolom, hogy érdemes felhasználni, és nem lenne szabad hagyni, hogy ez az uniós forrás veszendőbe menjen. Ha már van ilyen lehetőségünk, akkor célszerű ezzel élni. Még egyszer, tehát a mai nap egy ismeret átadásról szól, egy közös beszélgetésről, egy tájékoztatásról, aminek a végén bátran tessenek kérdéseket is feltenni, hiszen ez egy vadonatúj dolog, sokak számára érthető módon még kevésbé ismert és ismerős. Most kell megbarátkozni ezzel a lehetőséggel. A kolléganők ehhez nyújtanak segítséget és támogatást. Én eredményes beszélgetést és rövid vagy hosszabb fél órát vagy egy órát kívánunk mindannyiunknak, és azt kívánom, hogy ez a helyi közösség, ez az akciócsoport legyen eredményes, és az utolsó fillérig fel tudja használni a rendelkezésünkre álló összeget mindannyiunk épülésére és boldogulására. Köszönöm szépen, és akkor én átadnám a szót kolléganőimnek. Ők tudják, hogy ki mikor fog szólni, és ki milyen formában ad tájékoztatást azokról a dolgokról, amit tudni illik erről a helyi akciócsoportról. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a Karcagvárosért helyi közösség által megrendezett fórumon. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A fórum témája a kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva. De miről is van szó valójában? Jobb megértés érdekében célszerű két részre bontani a témát. Először beszélnék a helyi közösség megalakításáról és regisztrációjáról. A Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programok irányító hatósága regisztrációt hirdetett a terület és település fejlesztési operatív program, röviden hívjuk csak TOP keretében, a közösségi szinten irányított városi fejlesztések megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoport, ezt többször fogjuk hallani majd HACS néven, megalakítására. Városunkban megalakult, ahogy polgármester úr is említette, a Karcag Városért helyi közösség. A közösség regisztrációja folyamatban van. A HACS közreműködésével kerül kialakításra a helyi közösségi fejlesztési stratégia. Ez a benyújtásra kerülő pályázat alapja, az előírásoknak megfelelően előkészített stratégia megvalósítására kaphat támogatást a HACS. A támogatás megbontásra kerül munkafeladatokat ellátó szervezet működtetésére és a fejlesztések finanszírozására. A mai fórum célja, hogy tájékoztatást nyújtsunk a fejlesztési lehetőségekről. Ezek megvalósítása ERFA és ESA források felhasználásával történik. Az ERFA források felhasználásához infrastruktúrális, azaz kézzel fogható beruházások kapcsolódnak, míg az ESA forrásokból az ezekhez társítható programok és rendezvények megvalósítása történik. Az ERFA és az ESA források egymáshoz viszonyított aránya 2:1 arányú a pályázaton belül. Az ERFA keretében milyen infrastruktúrális fejlesztési támogatások valósulhatnak meg? A közösségi szolgáltatást nyújtó városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése. Ide tartozhat például a városi könyvtárakban elektronikus könyv, zene és film tár kialakítása, innovatív olvasó, zenehallgató szobák kiépítése elsősorban a fiatalok számára, illetve a gyermekes családok részére. A város leromlott állapotú közösségi tereinek infrastruktúrális felújítása, eszközfejlesztése, annak érdekében, hogy a különböző célcsoportok igényeit minél hatékonyabban tudjuk használni. Például a fiataloknak gördeszkás, illetve biciklis gyakorlópálya, ingyenes fitness edzőpálya kiépítése.
A családosoknak biztonságos játszóterek, az idősebb korosztálynak a közösségi tevékenységeket elősegítő eszközök telepítése a köztereken. A közösségi tér funkcióinak bővítése úgy, hogy alkalmas legyen a helyi kultúra bemutatására, illetve rendezvények lebonyolítására. Természetesen minden a kapcsolódó eszközbeszerzésekkel együtt, ami ezt lehetővé teszi. A közösségi terek fejlesztése mellett a helyi gazdaságfejlesztés is fontos szempont, ezért olyan térrészek alakíthatók ki, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, értékesítésére, valamint a helyi termékek előállításának bemutatására. Tehát például a kézműves alkotóháza. Tehát az ERFA, mint infrastrukturális fejlesztés keretében a felhívás keretében ezekre hívható lett támogatás. És most nézzük az ESA oldalt. Az ESA keretében az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó programok, rendezvények kerülhetnek megvalósításra. Ilyenek lehetnek például a helyi identitást, összetartozást erősítő tevékenységek, helytörténeti, honismereti, helyi örökségprogramok, helyi sajátosságra épülő hagyományok, felelevenítése, helytörténeti és helyismereti kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása. Az ERFA tevékenység keretében megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a szabadidő eltöltés minőségének javítása. Köztér esetén annak programokkal, közösségi aktivitással való megtöltése és az állammegóvást elősegítő lakossági együttműködések. Helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek, például az önkéntes tevékenységek, kulturális és sportprogramok megszervezése, adományozói kultúra fejlesztése. A helyi közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, például a beszerzői, termelői közösségek helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése, a helyi vállalkozások információs adatbázisának és online elérhetőségének kialakítása, a kereskedelmi kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése. A helyi hagyományokra épülő kézműves, népi mesterségek újratanítása, civil, kézműves mesterek és vállalkozások együttműködésének keretében, szakmaismertető és bemutató programsorozatok, kiállítások, helyi tehetségek, kreatív személyiségek, sikeres életpályájának bemutatása, vándorkiállítások. Versenyképesen a munkaerőpiacon program elindítása, melynek keretében a humán erőforrás minőségének fejlesztése történhet meg a civil és az üzleti szereplők együttműködésével, illetve a közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és környezettudatossági akciók, programok végrehajtása. Ez most így lehet, hogy egy kicsit tömény volt, de kérek mindenkit, hogy nyilván kialakult egy-egy elképzelés, egy irányvonal, és ennek megfelelően segítse majd munkánkat. A stratégia tartalmazhat még kulcsprojektet. Az erre tervezett forrás nem haladhatja meg a teljes költség 40%-át, valamint mini projekteket a további forrás felhasználására. Ezekre is várnánk az elmondottak alapján a projektötleteket. Az ERFA és az ESA tevékenységek keretében felsoroltak tartalmazzák azokat a lehetőségeket, amelyek fejlesztik a város közösségét, és hozzájárulnak a környezetvédelmi esélyegyenlőségi szempontok érvényesüléséhez. Ezek kötelező elemei a pályázatoknak. Mindezek megvalósítását írja le a stratégia. Most lássuk, hogy a stratégia megvalósítására mennyi forrás igényelhető. Polgármester úr említette,
már ezt az összeget. A maximálisan felhasználható forrás függ a település méretétől. A kijelölt akcióterület, jelen esetben Karcagváros területe, lakosság számának legalább 10 000 főnek, legfeljebb 150 000 főnek kell lennie. Ennek megfelelően 3 kategória kerül meghatározásra. 10 000 főtől 18 000 fő népességű akcióterület esetében 500 millió forint támogatás, 18 001 fő és 60 000 fő népességű akcióterület esetén 800 millió forint támogatás, és 60 001 és 150 000 fő népességű akcióterület esetében 1,5 milliárd forint támogatás igényelhető. A helyi akciócsoport 800 millió forintos támogatás elnyerésére kíván pályázatot benyújtani. A támogatás intenzitása 100%-os. A támogatás elnyerése esetén a stratégiában megfogalmazott kulcsprojekt és miniprojektek megvalósítása az elsődleges feladat. Sokan vannak közöttünk, akik már sikeresen vezényeltek le pályázatokat, így ismerik annak folyamatát. Most egy kicsit megfordulnak a dolgok, ugyanis a HACS, mint egy kis közreműködő szervezet működik. Gondoskodnia kell egy szakmailag felkészült lebonyolító szervezetről. A stratégia megvalósítása érdekében a helyi szereplők részére pályázati felhívásokat készít és tesz közzé, és gondoskodik a felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elfogadásáról, befogadásáról és értékeléséről. Ennek érdekében helyi bíráló bizottságot hoz létre. Említettem a feladatokat, melyeket közösen kell megoldanunk, annak érdekében, hogy egy olyan helyi közösségi fejlesztési stratégia kerüljön kialakításra, ami lehetőség szerint városunk valamennyi lakójának, intézményének, vállalkozásának és civil szervezetének közösségi összetartozását és fejlődését szolgálja. Kérem, hogy segítsék a helyi akciócsoport munkáját azzal, hogy a kiosztott kérdőíveket és projektgyűjtő adatlapokat lelkiismeretesen kitöltik és visszajuttatják a polgármesteri hivatal portáján lévő gyűjtődobozokba. Fontos lenne, hogy azok is értesüljenek a jelen szakmai fórumon elhangzott lehetőségekről, akik egyéb elfoglaltságok miatt most nem tudtak eljönni. Ezért kérek mindenkit, hogy adja tovább, akár családján belül, akár munkahelyén az itt elhangzott információkat. Ehhez a helyi akciócsoport is segítséget nyújt azzal, hogy a www.karcag.hu/hacs aloldalon rövid tájékoztató és minden dokumentum megtalálható. Az oldalon a kérdőív online is kitölthető és beküldhető. A projektgyűjtő adatlap is megtalálható az aloldalon és elektronikusan beküldhető a hk.karcag@gmail.com e-mail címre. Amennyiben bárkiben kérdés merült föl a most elhangzottakkal kapcsolatban, szívesen válaszolunk rá most is, de a weboldalon szintén a megadott elérhetőségen, e-mail és telefonos elérhetőségen bármikor feltehetik azokat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét és türelmét. Kérdése esetleg merült-e föl valakinek ezzel kapcsolatban? Ez most egy fórum tulajdonképpen, egy szakmai fórum, tehát hogyha bármi van, akkor nagyon szívesen válaszolunk rá. Én tegnapi nap folyamán készültem erre a mai tanácskozásra, átnéztem a rendeletet, átnéztem, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak. Egyértelműen magam részéről az fogalmazódott meg, hogy fő célkitűzés az ifjúsági turizmus fejlesztése Karcagon. Ennek nagy lehetősége kínálkodik a fürdővel szembeni Erzsébetligetben. Akár le is lehetne keríteni, ifjúsági tábort kialakítani, és a környékbeli iskolákkal fölvenni a kapcsolatot, megszervezni, megtervezni a táborosztatást, hétvégi programokat, természetesen ezt programokat kell szervezni. Én úgy gondolom, hogy ezen tevékenységet a Délőnél Művölődési Központ nagyon szépen el tudná látni, és tudná segíteni.
Hát mire gondolok? Például lehet, szólt a hölgy is a kétművességről, kétművességtábor létrehozása, vagy éppenséggel a pénzügyi kultúra nagyon elmaradt a gyerekek tekintetében, pénzügyi kultúra fejlesztése, vagy adott esetben különböző sportrendezvények, sorolhatnám tovább, első segélynyújtótábor, tovább ezeket az elképzeléseket, természetesen ehhez az is kellene, hogy azt a területet szépen beépíteni, akár ilyen faházas motelrendszerben, 50-60 fő részére legalább, és megszervezni folyamatosan a táboroztatást, főleg nyári időszakban. Fölvenni itt a környékbeli valamennyi iskolával a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy akár le is lehetne keríteni azt a területet, akár mindkét végére egy kunsági kaput, lehetne bővíteni a színpadot, ott adott a terület egyaránt minden. Viszont ehhez hozzátartozik, hogy a meglévő ipari üzemek, amelyek ott vannak a fürdő területéhez közel, kitelepítéséről esetleg gondoskodni kellene, hisz jobban össze lehetne hangolni adott esetben a turizmus fejlesztését. Hisz tudjuk, hogy a turizmus húzó ágazat, és ebben kínálkoznak nagy lehetőségek. Továbbiakban még néhány dolgot szeretnék elmondani. Nagyon fontos lenne véleményem szerint a szakmák méltatása, bemutatása és a régi szakmák honosítása, és ennek érdekében én szerintem mindenképpen bele kellene venni a programba, amennyiben lehetőségünk adottá válik, adott esetben a iskolának a szakképzési bázis második ütemének fejlesztését. Ez hozzásegíthetné a képzésnek a színvonalasabb megvalósítását. Amiről még szólni kívánok, a Dakász-liget fürdő területe nagyon szépen beillik a programba. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a Dérini és a Dakász-liget fürdő összefognak, adott esetben koordinálhatnák ezt a fajta tevékenységet. Gondolok ilyenre, hogy akár lehetne kalandparkot létesíteni, vagy háromnapos hétvégi programokat szervezni, és biztosítanánk a szabadidő hasznos eltöltését, hogy ne csak az internettel, meg a mobiltelefonnal játszanak a fiatalok, hanem kulturálisan próbáljanak szórakozni, kivenni a szabadba. Nem akarom én húzni az időt, én úgy gondolom, hogy olyan gondolatokat vezettem fel annak érdekében, hogy többen foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, és segítsék ezt a programot, amelyre az adott esetben a fejlesztési lehetőségek adottak. Én kívánom, és magam részéről igyekszek is segíteni, hogy ez a program valósuljon meg a területünkön. Természetesen, amiről még szólni kívánok, és nem lehet kihagyni, a foglalkoztatás gondja, és én hozzáteszem az analfabetizmus növekedése. Sajnos nagyon sok olyan fiatal van, aki az iskolát elhagyja, és nem fejezi be a szakképző iskolákat, nem fejezi be a gimnáziumot, és elkallódik, nincs biztosítva a foglalkoztatásuk. Ez veszélyé válhat a jövőt, illetően a fejlődés tekintetében. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Pesti Tibor szavára tetszettek hallani, és hogy mondjam el, hogy öröm volt ezeket az ötleteket meghallgatni, hiszen például ezek a dolgok teljesen egybevágnak azokkal az elképzelésekkel, amit itt célul tűztünk ki magunk előtt, és hogyha valóban az idegenforgalmat szeretnénk fejleszteni, akkor mindenképpen a gyógyvízi strandfürdőnk közeleső területeket kell ahhoz olyan formába önteni és fejleszteni, hogy oda valóban jöjjenek a turisták. Tehát a kettőt egymás együtt kell kezelni, ez a kiugrási lehetőségeink egyike. És ezen túl még nagyon-nagyon sok minden más egyéb is, amit tanár úr említett, tehát én teljes mértékben egyetértek ezekkel a gondolatokkal, amit ő elmondott. És azt kérem, hogy úgy induljon meg mindenkinek a fantáziája, hiszen azért egy nagyon szép kerekösszegről van itt szó, amit pályázatokra felhasználhatunk, és arra is biztatok mindenkit, hogy hasonló
módon tanár úrhoz nézze át ennek az egésznek a rendszerét, szerkezetét, hiszen azért egy első hallásra elég tömény ám ez, és többször kell lemészteni még a szakembereknek is azt, hogy hogyan is épül fel, mint is épül fel ez a dolog, és mit szolgál. Tehát most abban a stádiumban vagyunk, hogy megalakult ez a helyi közösség, regisztrálni szeretnénk, és miután azt hiszem, hogy két fordulós pályázati lehetősége, egy forduló, tévedtem, mindenesetre gyorsan kell lépni, mert az idő szorít bennünket, tehát ismerkedjen meg, ismerje meg mindenki, még egyszer mondom, ennek a szerkezeti felépítését, hogyha módja és lehetősége és affinitása van ebbe az irányba, és kezdjünk el közösen gondolkozni. Itt kiosztásra kerültek különböző lapok, amiket valóban jó lenne, ha kicsit szemérek tölteni, ezeken is lehet az ötleteket tovább finomítani, és ha begyűjtése kerül, akkor majd közösen szortírozunk ebből. És várjuk természetesen a további kérdéseket, hiszen elképzelhetetlenek tartom, hogy mindenki mindennel most hirtelen a rövid tájékoztató után tisztába kerül, tehát hogyha bárkinek bármilyen egyszerű vagy furcsának tűnő kérdése van, bátran tegye fel, hiszen akkor tudunk mi is előrébb haladni, és akkor lesz tiszta a kép mindenki számára. Köszönöm szépen. Én arról szeretnék érdeklődni, hogy a milánói világkiállítás magyar pavilonja az megérkezik-e valamikor majd kisvárosunkba, ugyanis 2015. decemberében született elő egy kormányhatározat, és az ezt kezelő céget fel is tőkésítette a magyar állam. Kérdés, hogy tervezhetünk-e ezzel a helyi fejlesztési stratégiában, mivel ez is nagyon fontos része lehet véleményem szerint. Úgy látom, hogy most nekem kell mindenre válaszolni hirtelen. Igen, tervezhetünk és tervezünk is természetesen, hiszen a legutóbbi hivatalos kormánydöntés értelmében Karcagra fog kerülni ez a pavilon, ami Milánóban került felállításra az Expo idejére. Azért még vannak olyan kis döccenők, amiket nekünk ki kell egyenesíteni, de én úgy gondolom, hogy 99%-os esélyünk van arra, hogy ez valóban ide fog kerülni Karcagra, és ez igényli is azt a dolgot, hogy ott a környéket tovább fejlesszük. Tehát, hogyha már két ilyen bázisunk van, mint a strandfürdőnk, és hogyha valóban ott felállításra kerül ez a pavilon, ami nem egy nyári időszakra, hanem négy évszakra, teljes évre kell, hogy szolgálja az ide látogatókat és a helyieket, akkor még egyéb más fontos olyan fejlesztéseket kell ott végrehajtani a környéken, ami további csalogató minden turista számára, vagy a helyiek számára, illetve a helyiek számára és minden ide látogató számára természetesen. Úgyhogy a válaszom az, hogy én csak a kormánydöntésre tudok hagyatkozni, a legutóbbi hivatalos kormánydöntés az, hogy Karcagra kerül ez a pavilon. Tessenek parancsolni további kérdések, érdeklődések, vélemények hangozzanak el. Hogyha nincs további kérdés, csak annyit szeretnék én is hozzászólni, hogy itt most a tájékoztató folyamán, amiket felsoroltunk, mint lehetőségek, például hoztunk fel, hogy elinduljon mindenkiben az a gondolkodás, hogy együtt tudjunk gondolkodni, mindenféle korosztály a saját szemszögéből látja, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség itt a városban. Pont ezért szeretnénk közösen dolgozni, közösen kialakítani egy olyan stratégiát, amelyet majd meg kell, hogy valósítsunk. Tehát most ez a legfontosabb lépés ebben a projekt összeállításában, hogy olyan stratégiát rakjunk össze, aminek majd a hacs feladata lesz, annak a stratégiának a végrehajtása. Arra kell majd nekünk pályázatokat kiírni, tehát konkrétan a munkaszervezetnek, helyi közösség konkrétan létre kell hoznia egy non-profit KFT-t, aki majd ezeket a pályázatokat kiírja, elbírálja és támogatást nyújt, és utána az elszámolásokat is végighajtja. Tehát az a lényeg, hogy most a stratégiában tud mindenkinek az ötlete előjönni, most tudjuk azt az ötleteket összeszedni,
beletenni, mert ha most kimarad, akkor már utána nincs rá lehetőség olyan pályázatot kiírni, ami nem tudunk erre már cél, nem volt cél a stratégiába. Tehát ezért lenne most ez fontos, hogy a mai fórum egy indító megbeszélés legyen, és mindenkibe elinduljon ez az egész ötletelés, hogy mi hiányzik, mi a cél, mit tűzzünk ki célnak, hogyan építsük ezt fel, természetesen, és ezt meg is majd valósítjuk majd. Úgyhogy erre kérnénk mindenkit, hogy nyújtsa be a ötletét, segítse a munkánkat, és akkor ott közösen tudunk majd a végén pályázni, és végrehajtani, és élvezni majd a végeredményt. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik, melyben ismét a Birkafűző Fesztiválról lesz szó. Mai vendégünk Kolostyák Gyula. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kolostyák Gyula. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szívesen tettem, és én is köszöntöm a televízió nézőket. Azért hívtuk meg Önt ma egy stúdió beszélgetésre, mert ugye a jövő héten kezdődik pénteken a Birkafűző Fesztivál. Mikor indult ez a rendezvény? Ugye ez annó még Birkafűző verseny néven szerepelt a köztudatban. Ön volt ennek a rendezvénynek az ötletgazdája. Mondja el nekünk a kezdeti időszakot, és hogy azóta hová fejlődött ez a rendezvény, hogyan alakult át? Hát igen, azóta már a 18. rendezvényt szervezzük a várossal karöltve, hát ugye a kezdeti nehézségeken már túl, 99-ben kezdődött, hát kb. 36 nevező, és hát azt szerettem volna, hogy tényleg a város életében legyen egy olyan jelentős esemény, ami ugye a Birka Pörköltöt, mint főszereplőt egy kicsit favorizálja, országos ismeretté teszi, és hát egy kis magyar nótázással megfűszerezve, hogy figyeljenek oda az emberek, és én úgy gondolom, hogy ez ugye hosszú évek során azért sikerült, mert nagyon-nagyon népszerű a rendezvény, nagyon sok az érdeklődő, és hál' Istennek tényleg teljes mellszélességgel odaállt a város emellé a rendezvény mellé, és mindenki sajátjaként érzi. Gondolta volna, hogy ekkora fesztivállá fejlődik majd az Ön ötlete? Hát valahol bíztam benne, de azért természetesen a kezdetekben valamit akartam, hogy legyen egy tényleg egy olyan kulturális esemény, ahol jól érezhetik a karcagiak magukat, legyen egy népünnepé, de hát persze álmaimban sem gondoltam. Valahol mégis bíztam benne, hogy talán ekkora rendezvény lehet ebből, de tényleg nagy-nagy öröm számomra, meg hát úgy gondolom, hogy sokak számára, hogy van ez a rendezvény. Amikor elindult ez a rendezvénysorozat anno 1999-ben, akkor hogyan működött ez? Meghívásos alapon jöttek a főzők, vagy csak a karcagiak főztek, vagy esetleg jelentkeztek már erre a versenyre, erre a rendezvényre? Hát azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz volt úgymond ez az úttörő munka, hiszen meg kellett keresnem külön-külön azokat a főzőket, akiről úgy hallottam, kérdezgettem, hogy ki az, aki birkát tud főzni, meg jól is főz, és hát olyan döcögve indult ez a dolog, de azért hozzátették magukat, persze híreltük is az eseményt az első évben is, és akkor úgy jelentkeztek maguktól is emberek, és hát így alakult ki, hogy egy ilyen kis családias rendezvény, azok a főzők, akik jól főztek, azokból alakult effektíve ez a népünnepély, és egyre többen fogtak fakanalat, egyre többen éreztek kedvet ahhoz, hogy főzzön egy birkát, olyanok is, akik még addig nem tették. És ez valahol egy tényleg egy nagy öröm, hogy végre felfogják azt, hogy hát ez a miénk, ez az étel, és ezzel egy óriási népszerűségre tehetünk szert, és a mai napig is már a gyerekek tényleg van diákbirka főzőverseny, meg most ez a kumbarikum főzőverseny is lesz. Tehát a célunk mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy a gasztronómia területén legalábbis sikert ért el.
Egy, ugye azt mondta, hogy 99-ben 31 nehány főző volt, én olvastam egy cikket, ami 2002-ben készült a rendezvényről, ott már 68 főzőről számoltak be. A tavalyi évben, mert ugye azt mindenki tudja a városban, hogy a főzőket önkoordinálja a rendezvény ideje alatt, a tavalyi eseményekkel kapcsolatban mit lehet tudnunk? Körülbelül hány főző vett részt a versenyen, illetve hány birkapörköltet főztek? Hát az az igazság, hogy pontos számot nem tudok mondani. Tehát a nevezők alapján lehet egy létszámot felállítani. Hát ilyen közel 270 nevezés érkezett tavaly, és az, hogy a lábasok száma mennyi volt, tehát ahányan körbejárnak a területen, mindenki más információt mond, de hogyha egy főzőhelyen csak kettő birkát főznek, akkor is majd, hogy nem ezt meg kell duplázni. Tehát gondolom, hogy a 400 lábas birka pörkölt azért az megfőtt tavaly, és én gondolom, hogy idén is ez a mennyiség meg fog főni. Ugye azt elmondtam az előbb, hogy ön koordinálja a főzőket. Minden évben a rendezvény előtt szokott lenni egy megbeszélés a jelentkezett főzőknek, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy elkészítsék a Hungarikum karcagi birkapörköltet. Mikor lesz ez a megbeszélés, és mi fog ott elhangzani? Tehát aki esetleg nem tud részt venni, mert gondolom, hogy a környékbeli településekről, akik esetleg a Karcag televízió adását fogják, ők sem biztos, hogy el tudnak jönni erre a rendezvényre, így most kérem, hogy mondja el nekünk, illetve a tévénézőknek, hogy mi fog ott elhangzani ezen a megbeszélésen, mik a szabályok. Na most azért előjáróban hadd tegyem hozzá, tehát a versenyzőknek a szervezése, illetve a nevezés úgymond egy önjáró rendszer, tehát honlapon keresztül nevezési lapot ki tudják tölteni, a nevezési feltételeket el tudják olvasni, tehát már most azért itt tart a dolog, hogy igaz, hogy egy nagy csomó papírmunka van vele, és ezt a Dérinének a munkatársai intézik, hiszen több olyan szabály is életbe lépett az évek folyamán, amit be kell, hogy tartassunk a versenyzőkkel. Puskázok egy kicsit, tehát június 22-én 18 órakor a Múzeum Park területén lesz egy eligazítást, ahol esetleg még az olyan kérdésekre tudok válaszolni, amik fölmerülnek. Tehát milyen helyszín, kérdések merülhetnek föl? Hát az, hogy hol főzök, hol van a helyem, meg hát természetesen az, hogy azok a szabályok, amik életbe léptek, azoknak a mindenféleképpen a közlése, mert elolvashatják, van erre lehetőség, de van, aki tudjuk, hogy ezt nem teszi meg, és hangsúlyozzuk ezeket a főző vagy versenyzési feltételeket. Tehát azt például, hogy mindenféleképpen a hatóság által igazolt, vagy egy hentesboltban megvásárolt birkahúst hozzon magával az illető, ezt számlával igazolja, vagy valami okirattal, hogy ez egészségre nem ártalmas, fogyasztásra alkalmas ez az alapanyag. Egészségügyi könyvvel kell, hogy rendelkezzenek a főzők. Ez természetesen nem az egész csapatra vonatkozik, csak aki fakanalat fog, illetve magát az ételt készíti. Természetesen minél több embernek van egészségügyi könyve, annál jobb, mert ezeket a dolgokat azért ellenőrizzük. Tűzoltó készülék, annak mindenféleképpen lenni kell a főzőhelyen, hiszen egy tűzvédelmi rendeletet is kiadtak, és ezt aláírva, lepecsételve, úgymond a kapunál leadva kell, hogy elfoglalja a főzőhelyét, tehát nagyon szigorúak a szabályok. És hát természetesen, hogy a megközelítése a helynek, külön egyirányúsítva vannak az utcák, az utcaszakaszok, és tehát ezeket betartva erre hívjuk fel újra a figyelmet, de úgy gondolom, hogy a karcagiak azért ezzel tisztában vannak, vannak új főzők, őket majd a helyszínen tájékoztatjuk, de mondom a levélbe, ezekben a tájékoztató anyagokban, amit az interneten le tudnak tölteni, el tudnak olvasni, minden le van írva pontosan. Hozott egy kis feljegyzést arra vonatkozóan, hogy milyen településekről, honnan érkeznek majd főzők. Igen, miről tud nekünk beszámolni? Kíváncsiságból ki is írtam magamnak, hogy hány, tényleg az ország hány szegletéből érkeznek, és csak hát természetesen a karcagiak, akik a legtöbben főznek, de jönnek Túrkevéről, Balotaszállásról, Derecskéről, Gyomaendrődről, Kunszentmiklósról, Kecskemétről, Hortobágyról, Kisújszállásról, Berekfürdőből,
Humbadaras, Körösladány, Budapest, Mikepécs, Palágy, Komoróc, ami Kárpátalján található ez a település, Madarasról, Tiszagyendáról, Eger, Tiszafüred, Tiszaőrs, Hajdúnánás, Nagykanizsa, Cegléd, Szolnok, Balasagyarmat, Jászberény, Békéscsaba, Püspökladány, Debrecen, Dabas, Szeghalom és még Csabacsüdről is. Igen. Tehát végül is az a cél, amit kitűztünk annak idején magunknak, hogy ez egy országos rendezvény legyen, hát ez azt hiszem, hogy valóra vált, sőt, mint azt kell, hogy mondjuk egy kicsit úgy nemzetközibe is, legalábbis a határ mentén található magyar lakta területekről sokszor látogatják a rendezvényt. Nem minden évben jönnek, de azért mindig akad egy-két csapat, aki jön például Délvidékről vagy Felvidékről. És 268 főzőhely van, ami már nagyon régóta betelt. Sok volt a utólag jelentkező, vagy későbben jelentkező, és sajnos már nem tudtunk neki helyet adni. Úgy tudunk esetleg helyet biztosítani, hogy ha valaki visszamondja. Visszamondás után. Beszéljünk még néhány szabályról, amit az előbb nem említettünk meg, ám jó, ha tudják a főzők. Egy főzőhelyen, úgy tudom, hogy 3 méter széles, de nem biztos, hogy jól tudom. Igen. Hány birkát lehet felkészíteni? Ez lenne az egyik a kérdésem egyik része, a másik pedig az, hogy mivel lehet főzni. Már tüzelni. Tüzelni, tehát minek a segítségével? Fával lehet tüzelni, vagy gázzal, vagy milyen szabályok vonatkoznak erre? A második kérdése, tehát mind a kettőre van lehetőség. Olyan területen, ahol lehetőség van fával való tüzelésre, ott lehetséges ez. A térképen, mert van egy helyszínrajz, amit az interneten, a honlapon meg tudnak nézni, és az zölddel van jelölve. A zöld, de jelölt főzőhelyeken fával lehet tüzelni, természetesen gázzal is. Gondolom ez a betonos rész. Ez a füves rész. Ez a füves rész. A betonos részen csak körégővel, gázzal való tüzelési lehetőség nyílik. Hát nyilván, hogy az aszfaltot nem lehet tönkretenni, tehát ezért is van ez megosztva. Azt sárgával jelöltük a területen. Egy főzőhely egyébként általában 15 négyzetméteres, 3x5-ös, vagy 5x3-as, ez attól függ a helyszín, hogy adja ezt a főzőhelyet. Egy főzőhelyen 2 birka étel készíthet, és hangsúlyozom, hogy birka étel, tehát nem egyéb, mert jelentkeztek itt már sokan, hogy töltött káposztát szeretne, pacal, pörköltet, egyebeket, tehát erre itt nincs lehetőség, ez birka főző verseny, tehát birkát kell, vagy hogy főzzenek, tehát versenyszerűen, és egy főzőhelyről egy nevező természetesen csak egy mintaételt küldhet be, azt majd a gyerekek, mert lesznek diáksegítők, a gyerekek széthordják a területen ezeket a műanyag tálakat, az megkapja a sorszámot, a tál is, meg a nevező is, ugye elrakja, és akkor úgy kell majd a zsűribe beküldeni ezt a tálat. Tehát mindenféleképpen egy főzőhelyen csak egy mintaétel küldhető be. Ugye ön koordinálja a szakmai zsűrit is, mert azt tudjuk, hogy milyen egy társadalmi zsűri is, illetve egy zsűri is. Ki lesz ennek az elnöke? Adódik a kérdés, hogy Benke Laci bácsi. Lesz a rendezvényen, mit tudhatunk a zsűri összetételéről? A szokásos felállás, tehát ugyanúgy, mint ahogy a versenyzők az ország minden pontjáról jönnek, a zsűri is ugyanez az összetétel. Karcagiak is ülnek a zsűribe, főleg a megyeiek, akik azért a birkapörkölthöz azt kell mondjam, hogy konyítanak, mert hát tudom, a karcagi ember azért nehezen fogadja el még egy más településről is, hogy beleszól abba, hogy hogyan készítik itt a birkapörköltet, vagy esetleg itt úgy mondják, hogy ért hozzá, tehát azért valamilyen szinten nyilván értenek hozzá, de a magasrangú séfek is nagyon sok lesz, aki hát a gasztronómia jártasságát azt hiszem, hogy az évtizedek alatt bizonyították. És ugye azért van sorszám gyakorlatilag egy az edényen, vagy a műanyagtálon, amin beküldik, illetve egy sorszám a nevezőnek, hogy ne is fel sem merülhessen az a gyanú, hogy esetleg megbundázzák a végelemét. Igen, mert ez minden évben felmerül, hogy bunda volt, meg még őt győztek már megint, meg stb. Így szakmán belül, vagy legalábbis a séfek ezt úgy mondják, hogy a vak zsűrizés. Tehát mikor bekerül egy tál, egy számmal ellátva, azt nem tudják, hogy ki
tehát nem tudják nevesíteni. Azt az ételt értékelik, van egy értékelőlap, beírják a pontszámot, és akkor azokból az ételekből, amit a egy-egy asztalnál a zsűri úgy értékel, hogy a legjobb, az kerül a döntőbe, és a döntőbe jutott birkaételeket újra új emberek, új séfek értékelik, hogy újra megnézik, és akkor újra pontozzák. Tehát ki van zárva a bundázási lehetőség. Láttak már csodát a birkapörköltek között? Hát ezt nem tudom, hogy... Igen, furcsa birkapörköltek. Persze, hát az minden évben akad, hogy... tehát a Kozma Peti, az általában azt nem ússzuk meg, tehát mindig kerül olyan ételbe, ami kozmál, vagy lekozmált. Erre én felszoktam a főzőknek a figyelmét hívni, hogy azért... Néha kavarjuk meg, lehetőleg azért figyeljük, tudjuk, hogy milyen felfokozott hangulat van a lábasok körül, de azért figyeljünk oda az ételre, és ne csak beszéljünk róla, hogy ilyen, meg olyan, meg milyen finom, hanem azért hébe-hóba kavarjuk, meg öntsük annyi vizet rá, hogy azért mindenféleképpen ne süljön a pörkölt, hanem főjön. A kozmáláson kívül valami furcsa fűszerrel ízesítettet kóstoltak-e már van, esetleg? Van, az is minden évben jellemző. Ami nem túl tájjellegű. Fűszer keveréktől kezdve, Atya Úristen, tehát itt lehetne sorolni, tehát olyanokkal találkoztunk már, ami nem igazán a mi szájízünknek megfelelő. A főzőkön kívül önkoordinálja még a Nóta műsort is. Igen. Erről mit lehet tudnunk? Kik lépnek színpadra? Hogyan szervezte meg? Hogyan válogatták össze, hogy kik legyenek az idei vendégek? És mikor fognak színpadra lépni a Nóta énekesek? Mikor lesz ez a műsor? Hát van egy díjátadási ceremónia, ami 15 órakor kezdődik. A szakmai zsűrivel kezdünk. A szakmai díjakat adjuk ki, illetve hát a számokat kihirdetjük, a győztes számokat, utána jön a társadalmi zsűrinek a díjátadási ceremónián, és utána következik a Nóta műsor. Ez körülbelül olyan 17 óra körül várható, esetleg egy kis csúszásra 17:30, és természetesen cigányzenekaros Nóta műsor lesz. A Hagyománya Kultúráért Művészeti Egyesület cigányzenekara jön, Fehér Gyula prímás vezetésével, egy hattagú cigányzenekar, valamint kiváló nótaénekes kollégákat hívtam, Somogyi Erikát Budapestről, Szabó Esztert, illetve Drágán Lajos művész házaspárt Hajdúszoboszlóról, illetve Szabó Lajos barátomat Debrecenből, akik majd fogják szórakoztatni a nagy érdemű közönséget, és reméljük, hogy azért ugyanolyan nagy létszámú látogató lesz, mint a tavalyi évben, vagy a megelőző években. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres szervezést kívánunk az elkövetkező napokra, és sikeres rendezvény lebonyolítást. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, merre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Maradjanak velünk, és ne felejtsék, hogy bármilyen formában kereshetnek bennünket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran az ismert csatornákon. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek!